Sziasztok, én Erázs vagyok, ez pedig itt az Erázs Könyvtára csatorna. Ebben a videóban újabb önfejlesztő könyveket hoztam nektek. Hogyha érdekel, akkor maradjatok velem! A most következő könyvajánlót elsősorban azoknak a nézőimnek ajánlanám, akik nyitottak az önfejlesztő, illetve ezoterikus könyvek irányába. Bár tudom manapság, ha azt mondom, hogy ezoterikus könyvek, akkor nagyon sokan kiszaladnak a világból. Én inkább úgy szoktam ezt mondani, hogy önfejlesztő könyvek nyitott elmélyű emberek számára. Most 5 olyan könyvet hoztam nektek, amelyről még nem beszéltem, és amely nagy segítséget jelentett számomra, illetve van olyan, amelyet bizonyos témával érdeklődők számára ajánlanék. De akkor kezdjünk is bele! Az első könyv, ami már nagyon régóta megvan a könyvtáramban, az Klaus Bernd Vollmar a Csakrák című könyve. Ez egy bioenergetik kiadó által kiadott könyv volt, és részletesen taglalja az ember energiaközpontjait, és abban segít, hogy feloldjuk ezeknek a csakráknak a blokkjait, és az energiaáramlás folyamatossá válhasson. A Csakrák című könyv az energiaközpontjainkat mutatja be, és azoknak a tisztítását, illetve harmonizálásának folyamatát írja le. Nagyon érdekes, hogy milyen dolgok hathatnak az energiaközpontunkra, akár egy zene, akár egy szín, egy illat, energiákat aktivizálhatnak, illetve zárhatnak el, vagy lassíthatnak le bizonyos csakrákban, amely később akár fáradtsághoz, ingerlékenységhez, vagy esetleg kisebb betegségekhez is vezethet. Abban, hogy az energiaközpontjaink jól működjenek, segít ez a könyv sok érdekes leírással. Nagyon szerettem ezt a könyvet, többször használtam, tehát látszik is, hogy eléggé megviselt már. Többször elolvastam, és próbáltam azokat a leírásokat, amelyeket tartalmaz, azokat megfogadni, és próbáltam a saját csakráimat is ezzel harmonizálni. Ez egy nagyon hosszú folyamat, én úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen dologtól azonnal csodát ne várjunk, de hosszú távon alkalmazva ezeket a módszereket jelentős változást érhetünk el a saját energiánk mennyiségében is akár, vagy abban, hogy ne legyünk annyira fáradtak. Én sok szeretettel ajánlom ezt a könyvet. A következő 2 könyvhöz ismételten nyitottság kell, aki csak szórakoztatásként olvasná őket, az is teljesen rendben van, ugye ez a gyógyító ásványokról szól. Az első a gyógyító kristályok, ez egy olyan kis könyv, amihez tartozik egy kártya. Én ezt a kártyát nem használtam, mert van benne ugyan leírva egy jóslási technika, amelyhez én a kis ásványaimat szoktam használni. Nagyon érdekes leírás az ásványok eredetéről, rezgéseiről, arról, hogy milyen jellegű folyamatokat indíthatnak be akár bennünk egy pici méretű ásvány és nagy hatással lát az életünkre. Én nagyon szeretem ezeket a könyveket, ezt a könyvet azoknak ajánlanám, a gyógyító kristályok, akik csak most kezdenek foglalkozni az ásványokkal, és akkor még egy könyvem van, amit nagyon szeretek, annak a szerzője magyar a Ványik Dórának a gyógyító köve. Ahogy látjátok, használatban is van. Elég sok ásvánnyal volt dolgunk, illetve dolgozunk, és ezekhez kapcsolódóan én időnként újra meg újra felszoktam
lapozni ezt a könyvet, mert nagyon szépen összefoglalja az ásványokról tudható dolgokat. Annak idején, amikor ásványokkal többen részletesebben foglalkoztam, akkor nagyon szerettem volna ásványbibliát beszerezni, de akkoriban már készlethiány volt belőle, és ilyen 20 000 forintos áron lehetett ezeket csak elérni, és erre volt nagyon jó ez a könyv, hogy ha nem akartam beruházni egy olyan összegbe, akkor ez egy nagyon szépen összefoglalja a legnépszerűbb, illetve a legtöbbször a Kárpát-medencében előforduló ásványokat, és azt, hogy mire használhatjuk. Aki csak szerencsekövekként gondol az ásványokra, azoknak is sok szeretettel ajánlom, mert egy-egy ásvány sokféle célt, vagy akár vágyunkat is előmozdíthatja. Én ezt azoknak ajánlom, akik ezekben a dolgokban hisznek. A következő két könyv pedig még számomra is újdonság, most szereztem be, a Theta Healing, ez a kezdőkönyv és a Theta Healing haladóknak. Ez a két könyv Vianna Stibal szerzőtől jelent meg, a Bioenergetik kiadónál elérhető. A Theta Healing egy olyan energiagyógyászat, de majd így fogom kézbe, kettőt, amely a Theta állapotban történő intuitív leolvasással gyógyít meg embereket. A szerző saját magát is meggyógyította, csontrákkal diagnosztizálták, és a elkezdett Theta Healing gyógyító folyamatok után teljesen felgyógyult a rákból. Nagyon kíváncsi vagyok a Theta Healing többféle alkalmazására. Gondolkodtam rajta, hogy valami hasonló tanfolyammal szeretnék megismerkedni, de először szeretnék egy kicsit bővebben olvasni a technikáról, és utána majd be fogok számolni nektek erről a könyvről. Hogyha valaki már olvasta, akkor mindenképpen írja meg nekem. Én mindig kíváncsi vagyok az ilyen új technikákra is, és bízom benne, hogy sikerül egyszer majd kipróbálom. Ez volt hát az öt könyv, amelyet én az önfejlesztő könyvek kategóriában ismételten ajánlanék nektek, természetesen csak azok számára, akik nyitottak e felé a dolgok felé. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, én Erázs voltam. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek, lájkold és iratkozz fel a csatornára, hogy minél több tartalma eljuthasson hozzád. További szép estét, és nagyon sok jó könyvet kívánok!